bejöttünk arra, mert a vízlépcsőt mutatta, hogy erre van. De ez itt igazából zsákutca volt, mert csak a vízmű dolgozói számára lehet használni itt az utakat is, és a parkolót is. Gyakorlatilag itt ez a behajtani tilos tábla, és emögött lenne maga a vízlépcső. Megkérdeztem itt a biztonsági őrt, és azt mondta, hogy ha megkerüljük ezt a területet, akkor ott találunk egy parkolót, ahol látni lehet majd is, át is lehet menni a vízlépcsőn, egy olyan 200 méter megtétele után, valamint itt van Európa legnagyobb hallépcsője is, úgyhogy azt is megnézzük. Most itt kell balra fordulnunk, és itt lehet lemenni, mert itt is ki van írva, úgy látom, hogy magánterület. Ezt mondta a biztonsági őr, nyugodtan itt jöjjünk, mert itt lesz parkolóhely is. Ugye az is ki volt írva, hogy csak a kijelölt területen lehet megállni, ezt be fogjuk tartani természetesen. Ugye mivel vízi erőműről van szó, itt van a nagy feszültségű állomás, és ahonnan az áramot elvezetik innen, amit termel az erőmű. És úgy látom, lassan megérkezünk a parkolóhoz. Én azt gondolom, hogy itt kell szerintem lemennünk. Egy ilyen macskaköves út. Több autó is áll itt. És ott már látszik a bal oldalon maga a vízlépcső. Most megérkeztünk, íme itt van a kiskörei vízlépcső. Hát más autók mennek még följebb is. Mi itt megálltunk ezen a parkolónak látszó területen, hogy zuborog át a víz. Jól látszik, hogy jóval magasabban van a mögötte lévő vízfelület, és az is jól látszik, hogy egész szép nagy darab fákat sodort át a víz. Úgy látszik, át lehetne itt jönni. Mi felsétáltunk igazából ezen a rámpán. Ezek szerint át lehet jönni autóval is. Ugye az a másik oda, ami fel van duzzasztva itt a védműnek.